Hát némelyik képed nekem meglepő, például itt van ez a déli összekötő vasúti híd, ami teljesen furcsa, átírt világ, tehát nincs ég és víz, hanem igen, egy sötét felület, és minthogyha egy klés vonaljáték menne rajta végig. De ugyanakkor itt a másik, ez a két fehér csészés, itt pedig egy hiperrealizmus igen, felé való törekvésről van szó. Eszembe jut, hogy 59, akkor te már a börtönből szabadultál. És utána jött a gondolat, hogy képzőművészként. Utána, igen, utána gondoltam, hogy akkor én most festeni fogok, ugye, mert hát mikor én kijöttem, akkor hát meg voltam győződve, hogy magyarul ezentúl már csak hazudni lehet, ha nem akarom, hogy azonnal visszavigyenek. Na most nem akartam, hogy azonnal visszavigyenek, és akkor volt egy kínai festő, most nem is jut eszembe, már fáradtak a neve, aki amikor a mandzsúk kerültek hatalomra, egy császári herceg volt, akkor egyetlen nagy írásjegyet írt ki az ajtajára, hogy néma, és attól fogva meg se szólalt, hanem festette a zseniális képeit, amik ilyen féllábú madarak, ágakon ilyen külön, de nagyon érdekes képek. És hát én akkor is azt nem ismertem ezt, mondtam, hogy néma leszek, mert nem tudok mit mondani, hát nem akarom, hogy visszahúzsoljanak. És mert mindig ingadoztam, ugye, úgy fiatalabb, már én nem akartam jogász lenni, csak én tulajdonképpen nem akartam semmi sem lenni. Szóval nem volt egy elgondolásom, hogy én mi legyek, hanem mondtam, hogy valahogy majd ez úgy valami kialakul, és hát verseket írtam, hanem hogy akkor festeni fogok, és akkor összeismerkedtem ugye a Major Jancsival, a Maurer Dórával, a Keser Ilonával, a Vásárhelyi Verával, akit szintén ismertem, de a Majornak én nagyon szerettem a munkát, nagyon jobban voltam a Majorral. És bocsáss meg, menjünk vissza időbe egy picit, hogy érthető legyen, amit most beszélünk. Mert most már a 20-as éveidnél tartasz. Igen. Tehát, hogy kezdjük talán onnan, hogy jogi egyetemre jártál. Igen. És mondod, hogy nem sok kedved volt amúgy ehhez. Egyáltalán akartam jogász lenni. Én magyar-német szakosnak jelentkeztem. Két élményem volt, ezt mindig el szoktam mondani. Akkor a 56-ban az egyik az, hogy nyáron másfél hónapig bolyongtam Erdélyben, és csodálatos volt. Hát gyerekkoromban is voltam a szüleimmel, de hát az a kicsi magyar világ idején volt, de csak úgy nyaralni. És akkor betévedtem a szervátszűszékkal Setétpatakra, egy Gyimes középlok Setétpatak, vagy Setétségpataka, és hát aztán teljesen a hazámnak éreztem abban a pillanatban. Azóta jártunk oda, hát én 56 vagy hány évig jártunk oda, ugye jártam én, aztán már Szilviával. És hát ez volt egy ilyen nagy, mindent átfogó magyarság élmény, hát tulajdonképpen Erdély élmény, ami kicsit más. És utána hazajöttem, és kiszálltam a vonatról a nyugati pályaudvaron, és körülhordoztam tekintetemet a körúton, és azt a profétikus kijelentést tettem, hogy soha semmi érdekes nem fog történni. Ez volt szeptember végén. Igen. Meg kértem halasztást az egyetemtől. Hányadéves voltál az egyetemen? Harmadéves. Én biztos voltam benne, hogy nem leszek jogász, hogy a jó Isten ezt valami nekem elintézni, csak nem tudtam, hogy hogyan, mert hát átirányítással kerültem oda. És hogy apámmal is szembe kerülöm a szállni, hogy akkor én semmit se végzek, meg hát homályos volt az egész. Meg hogy én nem akartam semmi se rendni, de hát jártam a jogra, és vizsgáztam. És 56-ban a forradalomban beleártottad magamat. Hogyan? Hát tulajdonképpen már mindjárt a szervezésnél, mert ismertem ugye a főiskolásokat, és részben ők tárták ki állítólag a tüntetést, én ott felolvastam az egyetemben valamilyen felhívást, és akkor hát attól fogva ott tüntettem, pofáztam, a forradalmi bizottsági tag voltam, meg aztán a MEFESZ-nek is, ugye a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. És
különösebb hőstetteket nem hajtottam végre, hát röpcéduláztam, meg nem tudom mi, hanem hogy a forintos Gyurka, Isten nyugosztalja, barátommal, hát ez talán én vagyok, de nem biztos, ez a forintos Gyurka lehet. Ott a MEFED-ben a végső pillanatig ellenálltunk, szóval én azt hiszem, hogy még februárban is. Tehát ez azért bizonyos összességet jelentett, mert akkor már mindenki beadta a derekát, mi meg ott még tovább hajtottuk az. Mikor csuktak le? Hát engem először március 12-én vittek el a gyűjtőfogházba, ahonnan 24 nap után kiengedtek. Vizsgahalasztást kértem, mert az, igen, meg kellett volna nem jogelmélet, hanem mi is volt a másik ilyen bajmunalmas, államjog. Egy ilyen vastag jegyzet volt, meg egy ilyen vastag. Azt mondtam, hogy ezeket megtanulom, levizsgázom, és utána felakasztanak, akkor az egy olyan mezajász, hogy azt nem akarom. És vizsgálom, mert nagyon rosszul állt a szénám. És vizsgálatást kértem, ezt minden további nélkül megadták, és leutaztam a Balatonra, Zsindejékhez, ez ott a Zsindei Feri bácsi és Tüdös Klára feleség, akiket én nagyon szerettem, és oda sokat jártam, nyaranta. Én azt gondoltam, hogy van még néhány napom, és éjszaka nagy vihar volt, és kimentem úszni a viharzó Balatonba. Nagyon jó volt, de alig aludtam el, ahol megjelent három rossz harcú fiatalember. Kinn aludtam a verandán az ágyamnál, és kérdezték, hogy én vagyok-e én, és mondtam, hogy igen, de pszt, mert még alszanak benne, és akkor azt mondták, hogy keljen fel velünk jön. És akkor fölhoztak a főutcára, és itt sokkal keményebb világ kezdődött, mert közölték, hogy azzal gyanúsítanak, hogy ki akartok robbantani újra a forradalmat, elfoglalni a parlamentet, kirobbantani újra a forradalmat, és mennyi. Én mondtam, hogy hát ez kötél, hát ez mi más volna. És olyan furcsa volt, mintha a Jóisten jutalmazott volna meg, vagy azóta is töröm a fejem, hogy volt egy összefüggés, mert legközelebb nem az Engedihez vittek, aki tényleg megőrült volna, és akkor lehet, hogy tényleg meg is vertek volna, hanem az Ungihoz, aki egy ilyen apa figura volt viszont, neki is ezt megmondtam, hogy én nem látom be, hogy ez ellenforradalom lett volna, meg ez forradalom volt. Ez neki nagyon nem tetszett, három vagy négy alkalmat fordított arra, hogy meggyőzzön az ellenkezőről, mármint hogy ellenforradalom volt, de én akkor némán hallgattam, mondtam, hogy nem fog egy ávon sem vitatkozni erről a kérdésről, hogy ez mi volt. De néhány dolgot rám kentek, de nem, már nem akartak felakasztani egyáltalán. Azt láttam, hogy valami megfordult a szél, hogy most történt-e valami közben, vagy leüzentek a biszkuék, hogy nem kell több egyetemistát, mert ez egy kötéllyel, nem kell több egyetemistát momentán felakasztani. Vagy valamire rájöttek, lehet, hogy tényleg azt hitték, hogy ilyesmit akartunk. De ez furcsa, hogy miért nem, és azt hiszem, hogy ennek az egyik barátomnak, aki benne volt a perünkben, a papája az általában a Tucsekkal együtt vadászott. És ez nekem két szempontból nem szimpatikus, az egyik, hogy a Tucsek, a másik, meg a vadászokat sem szerettem. De hogy lehet, hogy a Tucsek futni akart hagyni minket, illetve ezt a barátomat, akinek a papájával együtt vadászott. Nagyon fárasztó ez, mert több mint egy fél évig tartott, és hogy nem lehet némán, nem lehet csak hallgatni, valamit kell mondani, de hogy olyat nem mondjak semmi olyasmit, ami akár másnak, akár magamnak árt. Tehát azért az én utálom a sakkot is, és Konfucius azt mondta, hogy előkelő ember azért nem sakkozik, mert a sakk olyan játék, amelyben két fejjel kell gondolkozni, a magadéval és a másikéval. És a nemes ember csak a saját fejével gondolkodik. Na, különben ez is ilyen volt, és aztán akkor mégis átadtak a bíróságnak,
ahol a Markóban azt mondták az idősebbek, hogy srácok, ti karácsonyra hazamentek, csak ne a Tucsekhoz kerüljetek. Na, amilyen szerencsém van, ugye én biztos voltam, hogy a Tucsekhoz kerülünk, és tényleg a Tucsek Buszti bácsot kerültünk. Vérbíró. Hát ez egy szörnyű vérbíró volt, nem tudom hán. Hát, hogy 150 ember halála száradt a lelkén, álltak, idősebb korában megtért. De hát lehet, hogy már kicsit későn. Szokás. Gábor, hadd tegyek fel. Na, és akkor azért, tehát így jöttem haza, hogy ebbe beletévedtünk, de így kerültem haza, hogy hát itt nem lehet mondani semmit, és akkor festő leszek. Én már gyerekkoromban viszont tömpen festő voltam annyiban, hogy Svájcban, ahova az ostrom után kerültem, mint ilyen félhadiára, ugye az édesem meghalt az ostrom alatt, és egy fél évig éltem Brunnenben, ami a világ egyik legszebb helye, a Félvastetti tó partján, egy nagyon kedves családnál, és én ott nagyon sok akvarellt festettem, tájképeket, és ezek szerintem jók is, és nagyon tetszett az az ottani táj, és tulajdonképpen akkor már úgy, ezekben tömpen már úgy mindent tudtam, amire később rájöttem, csak később ez úgy lemaradt róla, mert amikor oda kerültem Budára, akkor ez az egész táj nem volt nekem olyan. Pedig szeretem Budán élni, de nem volt olyan, mint a Félvastetti tó, meg nem tudom. Ja, és ez a Heidi, a nagy lány, aki engem ki volt téve a fotóm egy a brunneni fényképész kirakatában. Az volt aláírva, hogy muss man da nicht lachen, hogy nem kell ezen nevetni. Olyan kedves arcú gyerek voltam által, ami most már valószínűleg így nem hihető, de akkor így volt. És ezt ő kipécézte magának, hogy ez ki, és ez valószínűleg valami hirdetés volt a Vöröskereszt részéről, és nem tudom. Szóval, hogy neki kellett a gyerek, és hazavitt, és ennek sokat köszöntek a Heidinek, mert ő vitt engem mindenféle kiállításra. Az Európa nagy kibombázott múzeumban járták Svájcot, és az Ambróziána, meg Albertina, meg nem tudom, ott láttam az első Leonardo képet, ami nem tudom, hogy kell tudani, ez a Vatikánban van a Szent János most, és azt nem bombázták ki, de az is ott volt, és nekem nagyon tetszett. Nagy élmény volt, mert akkor láttam, hogy egy képnek anyagi valósága van. Mert tehát az nem csak egy felület, amit ráfestenek, hát ezen kivált kép látszott, ez egy vastag fatábla. Na szóval ez egy ilyen alapvetés volt, ez a svájci élmény. Nem is, akkor hazajöttem, akkor azt mondta, rendben, akkor festeni fogok, és hát ez így kezdődött el. Na most te azon emberek közé tartozol, hogy az érdeklődési köre meglehetősen sokágú. Mikor csatlakozott be a kínai kultúra iránti érdeklődésed? Az 10 éves koromban. Mert anyai nagyapámnak, Isten nyugodtan, hogy Oldjai Viktor, neki egyrészt rengeteg japán fametszete volt, egy egész fal tele japán fametszetekkel, ebből néhány megmaradt, a többséget a Vörös Hadsereg WC-papírnak elhasználta, fölszabadulás nevű műveletben. Azon kívül voltak ilyen kis szobrok, és hát nagyon sok könyve is volt. És ezeket a könyveket én bújtam. Úgyhogy ostrom alatt, a pincében én már japán fametszeteket készítettem. Ez úgy történt, hogy akkor 10 éves voltam, és vagy nem nagyon tudtam, annyira tudatlan talán nem lehettem, de ott voltak ilyen kis deszkák, és ezeket benyáladott tintacerózával így bemétve megrajzoltam, és azt mondtam, hogy ezek fametszetek. De jó, de hát közben lőttek, anyámat megölték, meg minden. Tehát ezeket készítettem. És amikor végre lett az ostromnak, majdnem azt mondtam, amikor szabadultam, mert az életem ilyen szakaszokra oszlik. És ezek ilyen brutálisak, ugye? Tehát egyik az, hogy ostrom, bejönnek az oroszok, anyámat megölik, kész, ami addig tartott, az teljesen véget ért. És akkor a Misó bácsi, Tóth Miklós gépészmérnök volt. Ő szerintem szerelmes volt az anyámba. Ő készítette a koporsóját is. És a Rózsadombon, ahol úgy lehet, ilyen védett házba értünk,
Kint volt valami svéd plecsni, de hát nem számított. És a Misó bácsiát engem nagyon kedvelt, mert hasonlítottam is anyával, és elvitt a déli pályaudvarnál, most is van ott egy könyvesbolt, de ott egy antikvárium volt, és azt mondta, hogy na, kisőrök, választhatsz itt magadnak egy könyvet. És én ottan keresgéltem, és ott volt a Tao Te King, Ágner Lajos fordításában, amikor azt mondhatom, hogy az nagyon szép, de hát nagyon sok szempontból nem igazán pontos, mert ott vannak fontos fogalmak, amik elsikadtak. És akkor ezt odaadtam Misó bácsinak, de amíg ő a pultnál fizetett, addig én tovább nézegettem a könyveket, és akkor ott volt, hogy Konfucius beszélgetései Hamvas Béla előszabával. És hát ez 9 éves voltam. Igen, 9-10. És annyira tetszett nekem, hogy odaszaladtam a Misó bácsihoz, akkor inkább ezt kérem. És a Misó bácsi azt mondta, hogy megkapott kisöveg mind a kettőt. Hát két olyan vékony kis könyv különben. És na most én attól fogva ilyen taoista és konfuciánus lettem, mert úgy éreztem, hogy ez, amit a tigrisek szeretnek. A kereszténységgel, hát nekem nagyon nehéz történetem volt, és ugye egy református vagyok, és a dédapám református lelkész volt Székelykeresztúron 40 évig, ott született a nagyapám, és hát volt egy ilyen családi tradíció, de nem mondhatnám, hogy apám ezt nagyon ápolta volna, tehát nem volt úgy vallásos a család. Hát ugye, mert ez itt szóba jön talán meg, hogy festettem ezeket a bibliai akvareleket, többen 25 évig, és meg is jelentek bele több. Nekem egy súlyos történetem van ezzel, de egyrészt ostrom, vagy forradalom előtt én megtértem, és jártam egy református gyülekezetbe, és nehezemre esett, mert sok minden nem tetszett, ami ott folyt. De nagyon értelmes emberek voltak, az én lázongásaimat azokat békésen tűrték. Az első lázadásom az volt, amikor oda először elmentem, és magasztalták az Isten bölcsességét, hogy a betlehemi gyermekgyilkosságból hogyan mentette ki a gyermek Jézust. És én megmondom önnek, de már az összes többi gyermeket meggyilkolták. És akkor most hol van a bölcsesség? És ők nem hallgattak meg, ez egy jogos elrendetés egyébként, ugye? Nem hallgattak meg rám. Ugye a Simon Weil is ezt írja, hogy ő nem szereti ezt, amikor azt mondják, hogy Isten egyeseken itt külön segít, mert akkor a többieken meg mi nem segít. Hogy szerint ez nem is jó nyomon halad. Egy ideig festettem ezeket a képeket. Itt nem volt probléma. Ugye ezek ilyen természethű képek a maguk nemében, és akkor valahogy ez véget ért ez a lehetőség, és akkor egy ideig úgy kapálóztam, és akkor festettem ezt a néhány nagyméretű, úgymond absztrakt képet, amik számomra nem voltak absztraktak. Nem teljesen absztraktak. Igen, de mindegy. Szóval érezhető a figuratívítás mögötte.
Ja, igen, nem, de közben voltak a bibliai képek. Azokból egy itthon van. Az most az egyik legkedvesebb képem, a 12 éves Jézus a templommal a doktor között, ott lóg a másik szobában, az egy ilyen marha nagy kép. Meg még két-három ilyen nagy képet festettem. Na, ugye itt van ez a kép, ha behagyjátok rajtad, akkor látszik is. Igen. Na most ugye hát ez volt a fő darabja ennek a három, illetve van még egy kép, ami kint van Németországban. Tehát ennek ez a címe, hogy a 12 éves Jézus a templommal a doktor között, ugye ez a piros ruhás kis alak, ugye ez a 12 éves Jézus, és akit a doktorok, hát ez az én akkori panteonom tulajdonképpen, ugye, akkor ez Lao Tse, ez Szent Péter, ez Jakob Böhme, ez Horbile Dictu, de nem lelkesedésből, de ez Marx Károly, aki itt sompörg a keretek alatt. Ez Mikszáth Kálmán, ez Vas István. És itt ez a furcsa jelenet, ez ugye ez itt egy ilyen hullám, amelynek ilyen királynői feje van. Igen. Ugye ez Ázsia. És aki rajta áll diadalmasan trombitában, az Európa géniusza. És akkor ugye ez az a jelent, amikor elvész. Ugye a 12 éves Jézus elvész a templomban, és nem találják, és a szülők szaladnak megkeresni, azok ott fönn a szülők a templom fölött szaladnak az erdőben reménytelenül. És itt még egy ilyen vonuló menet van, különböző alakok, az a piros ruhás nő, az a Szilvia gyerekekkel, az a pici sárga nőcske, az a nagymamám, és legfeljebb a kék ruhás alak, az Paracelsus. Tehát itt van mindenki, aki nekem számított, de hát ugye ez egy ilyen híres jelent, hogy elveszett a gyermek Jézus, és akkor nem találják, és amikor visszaérnek, akkor nem is ismernek rá, mert ilyen hihetetlen bölcsességgel beszél a dolgokról, holott addig ilyen hallgatognak tűnt. Hát ez egy híres biblia jelent. És akkor ami a galériában van, az ennek egy ilyen pár darab, és az a jelenet nappal, holddal, csillagokkal, a két megfeszített latorral, virágokkal, állatokkal és egy gyermekeket rémizgető ollós alakkal. Ilyen hosszú címe van, ez mind rá van írva. És ezt 68 vagy 69-ben festettem. Hát az ollós alak az nyilvánvaló, hogy a prágai tavasz leverő erők, köztük mi is egyébként, ugye sajnálatos módon, de hát ugye a nagy Szovjetunió. De hát ezt senki sem tudta, hogy én erre célzom. És akkor ez ment egy darab, és amikor ezzel elkészültem, akkor éreztem, hogy ez véget ért, és hát akkor jöttek a hírek, hát lehetett tudni, hogy mi ez a környezeti katasztrófa, mert itt ránk köszönt, és ebbe teljesen belebetegedtem, mi akkor kezdték pengedni ezt a nagymarost is, meg minden, és akkor éreztem, hogy nem tudok eltűnni egy ilyen bibliai ősfelhőben, hanem hát itt történnek most a dolgok. És hogy a jelenkornak a bibliája az az újság. És elkezdtem hát ezeket kvázi így másolni, vagy nem tudom mi. Hát látszik, hogy úgy nem másoltok, de hogy hát ez a téma, vagy mi, az újságfotó, ami most történik a valóságban. Ugye ez összefüggésbe került, ugye, nyilván azzal a kétségbeeséssel is, hogy a szovjet rabigából nem fogunk soha kiszabadulni. Itt ezek a politikusok, ezek hajtogatják magukét, egyre kevesebb köze van a valósághoz, amit hajtogatnak, és gondoltam, hogy én ezt átírom egy másik közegbe, akkor ez az, amit egyáltalán, hát így a hogy nagy szót mondjak, hogy a megváltás érdekében tehetek. Mert ha most ilyen
régi paradicsomi álmokat festegetek, akkor ezzel nem tettem semmit, hanem hát ezt kell nekem művelnem. De ez az első ilyen kép, amit újságfotó alapján festettem. Ugye, hát itt látszik talán, ugye, hogy tengerparton van, és egy holttestet találnak. Ez egy faji villogás eredménye. Történetesen feketék vertek agyon egy fehér ember, de hát ez mindegy, de benne volt a New York Times ez a kép. És hát a test megtalálását az azt is jelentette, hogy most a testi világgal egy másféle kapcsolatba kerülök. És akkor kezdtem ezeket a politikai képeket készíteni, hogy tudjak valamit kezdeni ezzel a korral, amellyel hát gyakorlatilag nem tudok mit kezdeni, de hát akkor még nem is tudom, akkor voltam már Duna mozgalom, mikor ezt festettem, az akkoriban indulhatott, de engem a természettel való viszonyunk és azon keresztül az egymással, mint emberekkel való viszonyunk érdekel. És akkor ugye hát ide vág, ez is ez a, amit mutogattam, az ajtó fölött lóg, ez a kép a Csicsolin a kampánykörúton. Nekem ezt tetszik a legjobban ezek közül, mert a Csicsolin azt tudjátok, hogy egy ilyen, ennyi úgy tudom, hogy nem ismerem az ő pályafutását különben, de hát ilyen enyhén pornográf színésznő és mesztelen szokott. Hát itt meg van sokszorodódva mesztelenül. De hát ez vagy ugyanez a téma volt nekem, meg akkor, ami ott tőle jobbra fölül függ, ugye, hogy pálcájukat suhogtató rendőrök egy indiai tüntetésről készült, fotó alapján készült, és ugye akkor van itt, ami az jobb oldalt lóg el, ugye ez egy, ez ami angol újságban volt, az a címe rá is annyi, hogy Robert Temple testified, hogy Temple Robert tanúságtétele. Na most nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ennek is van egy ilyen újszövetségi mellékidő, hogy amikor Péter tanúságot tesz, vagy nem tudom mi. De hát itt egy egész más közegben zajlanak ezek a dolgok, de hát mégis hát ezek így készültek, hogy éppen folytatódik az a történet, csak egész más módon, vagy nem tudom mi. És én akkor is azt gondoltam, hogy a napi hírek az a napjaink bibliája. Tehát, hogy biblia, mi történik. Igen, mi történik ugye a világban, és hogy akkor valahogy, és némelyik, ha így megnézed, ember látszik is, hogy hát olyan sok ilyen utalás van tulajdonképpen a bűnözet tematikájára. Bocsáss meg, hogy a kettőt összehozom, a biblia akvarelleket, meg ezeket az újság festményeket, hogy mind a kettőre az a jellemző, hogy van benne valami figurális fogódzó jelzés szinten. Tehát nagyjából lehet tudni, hogy ez itt a pápa, hogy az akvarell technikája inkább, minthogyha egy keresést mutatna. És az egésznek van egy olyan költői olvasat, amit nagyon nehéz lefordítani szövegre. Hát nehéz lefordítani, de mellé van nyomtatva. Na jó. De szerintem tényleg erről szól, tehát ez egy merész és kockázatos mondat, amit az előbb mondtam, hogy ezek tulajdonképpen műalkotások, de valahogy ez tényleg így él bennem, hogy tehát ebben a Jézusnak a különös szabadsága is, amely egy megkötött világban született meg, ugye, tehát végül is ő azért egy hívő zsidó is volt, miközben látszik, hogy állandóan lukkapál ez ellen, és ugye a mestereket is bírálja, és nem is lehet pontosan érteni sokszor, hogy ugye, amit a Bulánya atya, aki markionita lett, az idéz, hogy mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Ki kell gondol? Az egész Ószövetséggel? A Bulány igen, a markioniták ezt így értették, hogy ez... De ő azért elfogadja a másfelől, de akkor meg ki kell gondol? A Bulánya atya ugye hozzáteszi, ez egy ilyen... Tudom, ő azt mondja, hogy
akik utána jöttek, azok voltak, hogy igazi tovarok és rabok. De igazad. És ugye, ha másra nem gondolunk, mint arra, hogy kik azok, hogy a katonáskodást megtagadták. Hát minden országban kivégzik őket, az úgynevezett keresztény országban is. Az, hogy nem szabad ölni, az egy olyan parancsot, amik a levegőben van, de ugye akkor, amikor arra sor kell, akkor muszáj. Tehát nagyon nehéz ezeket a dolgokat szó szerint követni, és ilyen értelemben tehát egy forradalmár volt, és én ezért azt is gondolom, hogy ezek az akvarellek, ezek a politikai képeknek bizonyos értelemben a közvetlen folytatásai. Tehát én ezeket, ha tetszik, politikai akvareleknek érzem, csak hát már nincs megfestve rajtuk Horn Gyula vagy más méltatlan személyek, de átérés is volt ugye a táblaképről, meg ezekről a kompaktabb festékekről, meg mi az akvarellre. A börtön évek után, ugye a gyakorlati megélhetés az hogy ment? A gyakorlati megélhetés úgy ment, hogy először, hát ominózus dolog, de dunai munkásként dolgoztam, vagy fél évig, vagy háromnegyedig. Aztán utána, mert hogy apám rendes embert akart belem faragni mégis valahogy, mivel én ügyesen rajzolok, vegyenek föl a kirakat rendező iskolába, ami életemnek egy csúfos korszaka, mert pokolian éreztem magam, és csak tervezgettem, hogy merre vissza a menekülés útja. Mert ugye engem meg először jogásznak tettek, és akkor is én biztos tudtam, hogy a őrangyával Jóisten nekem elintéző, hogy nekem jogásznak lenni, de ez két és fél évig tartott, és egy véres forradalma került, hogy ezt megúsztam. Most ez egyszerűbben ment, mert akkor ugye közben megtudtam, hogy a Vekerdi Tamás átmentek a Nemzeti Színházba statisztának. Magam előtt láttam ugye a fényes ösvényt, és kilépve, másnap bejöttem a kirakat rendező iskába, hogy hát volt otthon egy kis feszültség ebből, hogy én statisztálni fogok. A Garas pannanya voltam, a Majó Tamás, akiért én egyáltalán rajongok úgy, mint ahogy mindenki szokott, de a Garas mindegy, vagy a Major, ez akkor kedves volt, mert úgy körülnézett azt, hogy kellene nekem ide egy ilyen dekadens figura, mint a Garas maga. És így lettem én. Ez egy biztos állás volt, mert én voltam, ami... Sőt, volt egy szerepem is, kötéltáncos, és lett, mint pápa, imitátor, és lett volna egy kötél és nyakam szegem. Fogadtam is többek, hogy nyílt színi tapsot akar kiprovokálni, de ez nem sikerült. Na, de hát én ott voltam évekig, és... De éreztem, hogy ez nem teljesen biztos megélhetés, de mindenesetre kellemesebb, mint ez az izé. És akkor az utcán összefutottam a Boskovicssal. Együtt voltunk katonák, akkor volt az egy-egy hónapos katonaság, és a Boskovics, mint katolikus, és én, mint református, mi voltunk az egyedüliek, akik Bibliát vittünk a katonaságba, és ugye volt ilyen hippis, a szekrény motozás, és a Boskovics megúszta, de én Bibliámat megtalálták, és behívtak a századi irodába, hogy hogy tudom ezt összeegyeztetni a marxizmus-leninizmussal. Nem tudom, mit mondtam, azt mondtam, hogy nem próbálom, nem tudom, hogy lehetne még. Ezért aztán büntetésből nem léptettek elő, ami egyrészt nem volt olyan szörnyű büntetés, másrészt úgy sem léptettek róla, mert börtönbe kerültem. Hát ezt simán megúsztam. De hát és a Boskovics jön szembe az utcán, de vele jóba lettünk, aztán együtt jöttünk haza a vonaton, és
És akkor azt mondja Boskó Józsi, hogy hallom, hogy mi történt veled, és nem akarsz-e a Korvinának korrektúrákat olvasni, hogy milyen nyelven tudtam, mondom, angol meg németül tudnék, és akkor így elkezdtem. Mint külsős, ugye, korrektúrákat olvasni, ami azért nagyon fárasztó volt, mert hát ezt a délőtt festettem, aztán este korrektúrát olvastam, és benne a színházban is, de hát tudta, nem lehetett a nyugodtan. De és akkoriban ismerhetünk össze a Szilviával, és ugye mindjárt el is határoztuk, hogy összeházadunk, mert egy biztos alap, hogy én statiszta vagyok, és hogy korrektor. Hát akkor indult a Dunakör, és ugye hát csatlakoztam a Dunakörhöz, sőt volt egy, az első nagy tüntetés, ami a Vörösmarty téről indult, az úgy kezdődött, hogy hát a fél kiadó nekem dolgozott, nem, mert öplapokat kellett készíteni, meg én nem tudom micsodát. Hát kivéve néhány NDK-s nőt, aki azt mondta, hogy ez azért ez felháborító, meg helytelen, de ebben mindenki benne volt, és akkor, hát az ott igaz, amit az 56-os regényben leírtam, szóval, hogy alig egy páran maradtunk benne, mert mindenki haza menekült, mert féltek azért a tüntetéstől is, és mindestől rövidre ezután az igazgató rájött, hogy nincs rám többé szüksége, és akkor én már, ugye túl voltunk az 56-os forradalmon, túl voltunk a Szolidárnoson, és túl voltunk a prágai tavaszon. Én mindig megállapítottam, hogy a következő 150 évet valahogy ki kell bírnom, de eddig már ugye már 450 évet volt, tartottunk, és egy kicsit ez fáradtságos dolog lesz így. És gondoltam, hogy valamit nekem is kell tennem, és mivel hát akkor is én nagyon szerettem a klasszikus kínai filozófiát, és én hát ugye európai nyelveken sok mindent olvastam, de a jobb fordítók jelentős része oda szokta írni, hogy ezeket a szöveget tulajdonképpen nem lehet lefordítani. Akkor hát akkor gondoltam, hogy oké, most tanulmányozni kezdem a klasszikus kínai irodalmi nyelvet, mivel az akkori ellenzéki barátaim, akik közül már egy sincs meg, de mindegy, akkor azok voltak, azok azt mondták, hogy ez nem valami hatékony módja az ellenállásnak, én meg azt gondoltam, hogy én nem tudok, de most is azt gondolom, hogy nem tudok hatékonyabbat ennél. És az Ennyefi Zoli, amikor megtudta, hogy engem kiugtak, és megint ott állunk kenyér nélkül, akkor szólt a Miskolci Bölcsész Egyesületnél a igazgatónőnek, akivel ott tanított és jobban volt, hogy nem venne oda át engem, hogy kínai filozófiát tanítsak, amire nem is voltam még egész azért méltó, mert nem annyira, de azért már úgy kezdtem úgy benne lenni, és azok fölvettek. És úgyhogy egy vagy két évig oda jártam. Ez az őrangyal nyilvánvaló újja volt, mert másnap lett állásom, ami egy diploma nélküli embernek, hát azért már valami volt, ugye. Tehát az eddigéhez képest annyiban egy különös fordulat volt az életemben, hogy hát látott ugye a 12 éves Jézus a templomban képen is, meg mi, hogy én nem voltam úgy távol a kereszténységtől, de igazából vallásilag engem a hát az indiai vallások is, tehát mint a úgynevezett hinduizmus, meg a buddhizmus, főleg a buddhizmus, nagyon erősen foglalkoztattak és lebilincseltek, hogy úgy mondjam. Hát a buddhizmusnak szinte az életemet köszönhetem, szóval egy nehéz időszakban, de a hát igazán aztán ugye bejött a kínai dolog, a Tao Te Ching meg a Yi Qing, a Konfucius is bizonyos értelemben, és én úgy éreztem, hogy hát ez az, amit az oroszlánok szeretnek, és vagy a tigrisek, vagy hogy van a micimackóban, és hogy tehát ez a világ az, ahogy én gondolkodni tudok.
és hogy én ebbe be... De ez így van 10 éves korom óta, tehát ez nem volt egy olyan nagy fordulat. És vagy a Jézus személye az idővel elkezdett ilyen különös vonzó erőt gyakorolni rám, ami bizonyos értelemben egy képzőművészeti vonzalom volt, mert azt is, így viccesen hangzik, de a jikinghez nem lehet mit festeni, mert a kínai írás maga egy műalkotás, és ehhez nem lehet mit hozzátenni, az úgy, ahogy van, kész. Le lehet fordítani magyarra, és odaírni latin betűkkel is. És, de magában véve is, láttam egy-két kínai képet, amik ilyen jiking képek, de nem voltak adok sem nagyon. Amit láttam, az kevés lehet, de talán nincs is sok. Viszont egyszer csak rájöttem, hogy a Biblia, de hát aztán, mint rájöttem, főleg az Új Szövetség, az egy műalkotás. És ilyen értemben más, a mai napig is más szemmel olvasom, és én leginkább azt szoktam néha gondolni, hogy a Jézus az egy festőművész volt, aki az életével, meg a szavaival, meg a példabeszédeivel hozott létre képeket, de hogy ezek tulajdonképpen úgy értendők, és hogy a dogmatikai viták, azok tökéletes félreértéseken alapulnak. De ezt csak így utólag mondom, én csak azt mondtam, hogy olyan különös volt, hogy miért kezd el annyira vonzani, mikor máshol meg nagyon sokáig éreztem egy erős taszítást is, és nem tudtam, hogy mit tegyek, és akkor az jött eszembe, hogy akkor megpróbálok ilyen kis akvarelket festeni hozzá, és akkor utána rájövök, hogy hanyadán állok ezzel az egész dologgal, és egyszer csak ebbe belekeveredtem. És ugye milyen módon aztán, hogy hát elkészítettem, végül is hát utoljára Máté és Márk képeket is, amik tavaly voltak még kiállítva Esztergomban. De én sose próbáltam utánozni a kínai festészetet, de mindig nagyon közel éreztem magam hozzá, hát tényleg így a tér felfogásban, meg miben. Hát ha valaki venni a fáradtságot, én nem veszem, mert ez nem az a fajta önvizsgálat, ami engem érdekelne. De akkor biztos ki lehetne mutatni ilyeneket. Na most ezeket szerintem ezek változtak is, mert a Máté és Márkig, ettől a Lukástól azért egy út vezet, és változtak. De én most ezt éreztem, ehhez érzem azért a legközelebb magam. Nyilvánvalóan azért kezdted Lukáccsal, ugye Lukács, aki a festőknek a patrónusa, aki festő és orvos. Egyébként én nekem az egész sorozat egy kicsit, de ahogy beszélsz is róla, a vitatkozás, a kételyek, tehát nem egy olyan fajta derűs átengedése az ember önmagának, hogy a szöveg visz engem, és akkor igen, megyek után, hanem ez egy viaskodás, mint Jákob az angyallal. Igen. Teljesen viaskodás. Na most... Nekem a kereszténysége és az egész Bibliával ugye az egyik fő nehézségem az volt, és mind a mai napig az, hogy ez egy ilyen antropocentrikus vallás. Tehát ugye míg a buddhizmusban... Elvontabb. Nem, hanem a buddhizmusban az állat is ember, vagy nem tudom mi, valóban, tehát ugye legalábbis hát a reinkarnáció elvei szerint, amit hát nagyon nehéz értelmezni, mert ugye tetejében a buddhizmus szerint nincs is lélek, de van reinkarnáció, tehát ezt többször föltették ezt a kérdést, akkor mi reinkarnálódik, de ez egy érdekes kérdés, ugye a tudat mező, vagy én nem tudom mi, de minden esetre minden állatnak is van egy bizonyos perspektívája, hogy végül is ugye az egész folyamat célja az az, hogy mindenki megszabaduljon a szenvedés és a mulandóság fogságából, ugye, és a bodhiszattva fogadal, a bodhiszattva az a lény, aki a buddhaság fokát már elérte volna, de nem lép át abba,
mert ő úgy akar születni, hogy itt, ez a Mahajána buddhizmus. Hogy tudjon mutatni, segíthessen. És a bodhisattva fogadalma az, hogy mindaddig, amíg egyetlen szenvedő lény van az univerzumban, addig újjá akarok születni, ami azt jelenti, hogy rájék. Ez azért idővel telik, ugye ez a dolog. De mindenesetre, tehát az életüket jobban meghatározza a vallás. Csak meg kell nézni ugye a hiroshimai, biztos ti is láttatok ilyen emlékünnepet. Én ilyen áhítatos sokaságot még Gyimesbe se láttam, ahogy ott állnak és mind így imádkoznak. A keresztények meg, ugye pulykával, amivel ünneplik az Úr Jézus születését, föltámadását és mind. Tehát nekünk az állatok kvázi nem testvéreink, kivéve a Szent Ferencet, de ő se helyeselt a vegetáriánizmust. Egyetlen pofa volt a Leonardo da Vinci, akit sokkal titkos ateizmussal vádolnak, de ő azt mondta, hogy ő aztán nem eszik, mert hogy mint egy, volt egy öreg orvos barátunk, és ő azt mondta, gége rákja volt, de még ért is tudott beszélni, és így azt mondta, csak nem eszem meg a testvéreimet. De egyébként elkanyarodtunk amúgy is, csak annyit, ha nem csak küzdelmet. Igen. Amiben ennek a kérdésnek például nagy szerepe van. Igen. Na mostan a Bibliával világéletemben a mai napig hát véres harcokat folytatok, mert de azt még amikor kínai voltam, akkor is én mindig ezt mondtam, hogy az életem centrumában a Jézus Krisztus áll. De hogy hogyan áll ott? Ugye, mint micsoda? És hát mostanában főleg az Ószövetség, nem az egészet, de hát bizonyos részeivel borzalmasan meggyűlt a bajom, mert ugye ez a Jahve a tűrhetetlen dolgot parancsol Mózesnek, ilyesnek, hogy mely népeket kell kiirtani. Ugye Mózesnek azt mondja, hogy amikor az ígéret földjébe belépnek, akkor az összes ott található népet ki kell írtani. Az új protestáns Bibliának van egy ilyen jegyzetes anyaga, amit Németországban adtak ki, és ott írják, hogy hát erre nem került sor soha, de hát ezt csak úgy képzelték, ugye? Nem került sor soha, de azért azt lehet látni, hogy ezek a kánaánita népek a maguk hitvilágával a zsidókat mindig hogy elterítették az egyetlen igaz Istentől. Tehát ez a de azért ezt lehet látni, mert kicsit hogy azért tulajdonképpen jó lett volna. Jó lett volna. Ezt így egy füst alatt elintézni. Na most ugye, mivel én meg mindig, hát ennyi szóval szabad gondolkodó voltam mindig, de én azt gondolom, most itt megint visszajönnek a kínaiok, ugye, hogy ami nekem egy kedvenc képem, hogy a három tanítás, Sangyao, a három tanítás, ez a konfucianizmus, taoizmus és buddhizmus. És valahol valami bácsi azt mondta, hogy az isteni oly mély és annyira kikutathatatlan, hogy mennél több szempontunk van hozzá, annál jobb. Nekünk kínaiaknak ez a három jutott, és ez nagy boldogság, mert ezek egymást szinte kölcsönösen kizárják, ugye, hát a buddhizmus meg éppen hát szinte élettagadó, ugye nem érdemes a szenvedések világában szeretkezni és szűrni, és nem tudom mi. A konfucianizmus azt kötelezőnek tartja, hogy a családot fönntartsuk. A taoisták inkább azt mondják, hogy jó az a kis szerelem, meg nem tudom mi. És magasabb fogalmak vannak, de semmi kifogásuk nincs, ugye. És így tovább. Addig, amíg el nem jött ugye a krízis, mert azt mondták a misszionáriusok, hogy a kínaiaknak, hogy hát ha nektek ez ennyire tetszik, ugye, akkor szakítsatok a régi rosszal, és válasszátok a jót. A kínaiaknak tátamaradt a szájuk, hogy az atyák milyen régi rosszról beszélnek, hiszen a három tanítás az a maga nemében tökéletes, csak nekik úgy tetszett, hogy a három szemponthoz hozzájön egy negyedik is, amelyik szintén egy ragyogó szempont,
és akkor ők, tehát akkor lett volna 4 tanítás. És kölcsönös kiábrándulással végződött ez a kaland, mert a kínaiak elmaradoztak, azt mondták, hogy hát az atyák nagyon furcsák, mert érted, mi... Egyéb beszédnek, így nagyon tetszett. Igen, egyéb, igen. És az atyák meg azt mondták, hogy ezek nem ismerik a vagy-vagy fenségét. És így véget ért ez a kaland. Thank you.